De ha egy fokkal hátrébb megyünk, akkor lehet akár amerikai vagy európai szándék is amögött, hogy ez a konfliktus éleződjön. Azért itt a lengyel köztévé egyik munkatársa szellőztetett meg egy olyan sejtetést vagy elméletet, hogy mi van akkor, hogyha az ukránokkal történt egy olyan hátsó szobás egyesség, hogyha segítenek megbuktatni a lengyel kormányt, akkor egy ilyen gyorsított módon az EU-ba jobban fel fogják tudni őket venni. Mert másképp nehéz megmagyarázni azt, hogy az ukránok az egyik legszorosabb szövetségűsökkel egy, nem mondom, hogy kicsi ügy a gabona ügy, mert nagyon nagy ügy, de azért az egész háborús támogatás tekintetében mégiscsak egy piti ügy van úgy felnagyítva, hogy egészen az ENSZ-ig megy Volodymyr Zelenszky, hogy Lengyelországot azzal vádolja meg, hogy színpadot ácsol egy moszkvai színész számára, vagy nem tudom, hogy pontosan fogalmazok-e, hogyha az ukrán államfőt idézem. De ez egy nagyon durva sértés a lengyelek számára is. Ilyen provokációt, sok butaságot elkövetett az ukrán diplomácia, de ez nekem inkább tudatosságot sejt.